Tudom, nem voltam túl gyors, majdnem egy fél évet késtem vele, de megcsináltam. Hát, ami azt illeti, nem úgy csináltam meg, ahogy terveztem, mert eredetileg úgy gondoltam, hogy hát így nagyon szépen összevágdosom, hogy tényleg olyan gyönyörű, mert megkomponált legyen az egész, de aztán rájöttem, hogy fölösleges, tehát elég, hogyha fogom, és így ezeket a részeket, amiket felvettem, akkor így egymás mögé rakom, hiszen akkoriban, amikor megcsináltam ezt a felvétel sorozatot, akkor direkt úgy csináltam, hogy jobban megvágjam abban, hogy azt mondom, hogy bejelentkezem, és abban, hogy kijelentkezem minden egyes alkalommal. Egy-egy ilyen bejelentkezés és kijelentkezés közé viszont most beraktam egy ilyen hangot. Na ez az a hang, ami, hogyha ezt halljátok, akkor az azt jelenti, hogy idő telt el a két bejelentkezésem között, és ez az egész napot fel fogja ölelni ez a mostani Play IT, hát ilyen nem tudósítás, report, helyszíni report. Szóval, hát remélem, hogy élvezitek majd, vagy valamilyen szinten tetszik nektek. Sajnos a hangminőség az nem a legjobb, mivel a háttérzaj nagyon nagy volt, és a mikrofon meg túl érzékeny. De azért remélhetőleg mindent ki lehet hallani. A nagyon-nagyon rossz felvételeket én is kivettem, de mondom, lehet, hogy fülelnetekkel, de hogyha fülelnetekkel, akkor hagyjátok, tekerjetek tovább, vagy hallgassátok tovább, van elég anyag, nem fogtok lemaradni semmiről. Na, akkor jó szórakozást kívánok! Na, megérkeztem a Play-re. Üdvözlök mindenkit! Na, hát itt vagyok már bent. Az Avermédiával jöttem ki, ők segítettek bejutni nekem. A szervezők sajnos nem voltak ilyen rendesek. Azt mondták, hogy elfogyott a jegy. Persze, ezt akkor sem nagyon hittem el, hát most sem, mivel az egyik osztálytársam, aki a Tilos Rádiónál van, ő simán bejutott, tehát neki még VIP-kat is adtak, tehát további VIP belépőket, de egyelőre én itt vagyok, most készülődik az egész rendezvény. Hát itt az Avermedia-nál most tűzik fel a kis zászlókat, és logókat, feliratokat, de már rólmosztogosok is készülgetnek, és jazzy birodalmi, hogy körbenézek, akkor mellettem van a WC gurúnak a standja, és ők is már kikészítették az újságokat, úgy itt mellettem Artuditu, pontosan itt mellettem, nem csinál túl sok minden, itt van a zászló, tehát próbáljuk a lehető legjobban felállítani, én próbáltam valamit segíteni, de annyira nem vagyok én most képben, hogy hogyan kéne, mit kéne csinálni, de majd ide fogok jönni én is, majd egy kicsit a strandhoz, aztán majd én is kicsit majd fogok a másik oldalon is lenni, nem csak a mászkálóson. Tasken itt mászkál mellettem, lehet, hogy mindjárt oda megyek hozzá megkérdezni, hogy milyen a napja. Hello, szia! Megkérdezhetlek téged, hogy milyen ez a jelmez, mennyi idő volt vele foglalkozni? Hát, sok idő az biztos, mert ezt a botot nem lehetett szerezni ilyen egyenes dolgot, ami rámegy ez is, és meg tudja fogni a szarvat. Meg a sisakkal volt inkább baj, amikor csináltuk az egész, hát az övből van. Hát ahogy látom, ez a sisak, ez tökéletesen olyan, mint a filmben, tehát ez baromi szép munka. Egyedül csináltad, vagy segítettek? Hát apukám segített, de én is, na, együtt csináltuk. Nagyon jó, tehát tényleg, hogyha bárki a Tusken Ridereket tudja, hogy mi az a Star Warsból, akkor ezt fel fogja ismerni kilométerekről, mert rohadt jó. Nincs meleged? Van egy kicsi, de kibírom. Ez egy igazi sivatagi ruha, hát itt most lehet beöltözni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy segít. Köszönöm szépen. Szia, szia. Na hát akkor... Tényleg nagyon jó volt a jelmezet, tehát ez megérte egy misét. Na, én meg közben elkezdtem az interjúkat. Te hogy érted magad? Voltál már ilyen rendezvényen így? Nem voltam még, ez az első rendezvény. Nagyon fáradtan érzem most magam. Korán reggel kezdtük a készülődést. Tegnapi nap is végig a felkészülésről folyt, bepakolásról. Minden itt legyen, minden a helyén legyen, mire bejönnek az emberek. És ha jól tudom, már csak 10 perc. Olyaj, meg el is vesztettem a társamat, akivel idejöttem, és jó, tudtál aludni az éjszaka? Nem. Nem tudtam. A Overmédiának a kelet-európai vezetője tegnap éjjel 1 órakor ért be a vonattal az állomásra. Én vettem fel az állomáson és vittem el a szállóba, úgyhogy nagyon-nagyon keveset tudtam aludni. Köszi szépen, majd én szerintem még beszélünk. Cseke Attilát hallottátok, az Overmédiának a magyarországi képviselőjét. Na, én szerintem egy kicsit megpróbálom megkeresni a társamat, mert nagyon elvesztettem, szerintem felhívom, hogy merre van. Az utatlanításokban gyárán állok. Hát, most az egyik pénztárat rossz, de nem tudjuk. Igazából most szeretnék valahogy hozzájutni ahhoz a két játékhoz, amit meg kell vennem. Az egyiket magamnak, hiszen a másik a hát ez egyik ismerőségnek. És elég is. Tényleg egyik pénztárat kettőből bedöglött, és rengeteg ember ide szabadult. Igen ám, de nem volt időm. Működik? Működik? Nem tudom, még nincs áram. Na, tehát... Igen, tehát mielőtt idejöttem, viszont véletlenül elejtettem egy ilyen overmédiás kutyút. Azt most azon parázom, hogy működik-e. Ugyanis megyünk csak kutya. Ha nem működik? Nagyon szomorú ember leszek. És ideges. Nem tudom, hogy a javítási költségét honnan tudnám elvarázsolni. De igaz, hogy most csak sorban állok, és próbálok bejutni. Nem tudom, hogy sikerül-e. De a lehető legtöbbet próbálom kihozni. Na. Te jóban vagy? Ja, szia. Ja, akkor most itt van mellettem az a személy, akitől hopp. És kicsit el kellett engedni. Közép-európai Avermindias. Őnök. És közben a PC gurúnál rugdosnak arrébb minket. Itt van mellettem az az ember, akit a PlayStation 2-met vettem. Hello, sztok. Márk vagyok. És akkor most megkérdezlek téged, Márk, hogy milyen itt? Nagyon jó. Bejutás problémás volt, de amúgy nagyon jó. Igen, láttam, hogy kilométeres sor volt, csak nem volt alkalmam kimenni, felvenni, vagy itt benne a tömegben interjúvolni. Amúgy mennyi idő volt, mi bejutottál? Körülbelül 1 fél óra. Úgyhogy volt jegyem. És várjál, és mikorra jöttél? Micsoda? Mikorra jöttél? Nyitás után 1 fél óra? Körülbelül igen. Az a nem semmi. A előtérben nagyon sokan voltak? Tessék? Előtérben sokan voltak? Igen. Egy pillanat. Na, közben egy telefont kapott. Halló? Hú, lehet, hogy lassan megpróbálok valahogy lelépni innen, mert meg kéne találnom a ismerősöm, hogy vele folytassam a felvételeket. Közben a Need for Speed-ezés most úgy nézik, hogy megállt egy kicsit. Eddig hogy tetszik a rendezvény? A telefonmágusomat, Hebergrog? Nem rossz. Hogy kell kiejteni Hebergrog? Tessék? Hogy kell kiejteni a nevet? Azt sose tudom. Hebergrog. Vagy több lehetőség van a Hebergrog, Hebergrog, Heber, Haber. Vagy Hebernek is ejtik még páran. Akkor hogy tetszik eddig a rendezvény? Merre jártál? Mindenhol voltam, és hát kurva sokan vannak egyrészt, másrészt meg... De el vagyok. És mi az, amiért kijöttél igazából? Volt valami? 3 prémiumért. Mennyibe került? 15. Még nem... Húha, közben itt...
nagy háború van. Még nem mentem, 5500 forintba kerül amúgy, de meg fogom venni. El fog fogyni, tudod mennyien állnak ott az 576? Tudod mennyien állnak ott a standnál? El fog fogyni. Nem fog elfogyni. Hogy ne fogyna el? Nem fog elfogyni. Már el is indult fut, leütötte Artuditut, le fog zuhanni mindenféle ezer éves sólyom, úristen mi lesz itt. Nem hallok, basszus, mert halkan beszélsz. Halkan beszélek? Igen. Csubi a tartalékokat. Na, de jó, figyelj, ha gondolod, akkor rohanj a 576-hoz a cuccodér, én addig itt el leszek. Vagy megyek máshova. De ne bánsd Artuditut. Oké. Na, hát akkor szerintem én most itt kilépek, aztán majd folytatom. Na, kijöttem a kolleginával. Na most akkor mutatkozz be te is. Szeretne gyűjteni a kolléginál a Poszpisek, Noémi Émi Hóhérka, Tilos Rádió, hello, szia! Na, őróla beszéltem már párszor, hogy ő az, akit meg kellett találnom, és meg is találtam. És nagyon durva, hogy még mindig rengetegen vannak odakint. Még ide, ahhoz képest, hogy már mikor megkezdődött a rendezvény. Hány óra van? 10 órakor már bőven elkezdődik. Másfél órája. Szóval hihetetlen, egészen elképesztő. Azt nem értem, hogy mi hogy megyünk vissza majd. Hogy megyünk vissza? Itt, ahogy kijöttünk. Én már voltam ki párszor. Nézd, ez, meg ez itt a nyakadban, amit most nekem nem látszik, de mindjárt kiveszem szépen, hogy látszódjon a kis sajtós bilétem. Ezzel oda mész, drágám, amúgy, ahova akarsz. Olyan helyekre is, ahova még néha egy staffos se mehet be. Nem állítanak meg, mert ott a diktafon a kezedbe, azt oda mész, ahova akarsz. Na hát akkor itt volt a mai lecke, hogyha valaki újságíró akarna lenni. Körbejártam már az egész helyet négyszer. Konkrétan olyan eldugott helyekre jutottam be, így a biztonság jön rám, nézett, hát jól menjél, és így beengedett bárhol, hogy gyerekek, legyetek médiában dolgozó emberek. Nagyon hát, megéri. Így kezdő újságíróknak azért ez tényleg nagy élmény. Tehát, na jó, akkor én most elmegyek és megkérdezek valakit a sorba, hogy mondjuk itt egy kiszemeltet. Hello, szia, nyilatkozol nekem, hogy mióta állsz itt esetleg? Hát szerintem már egy órája. Ne szórakozz! De. Az elég durva. Hát az. És ilyen lassan engednek be? Tehát ilyen szakaszosan? Hát úgy néz ki, hogy ilyen szakaszosan. És várjál, hátra nézek, és ott még mindig millióan vannak. Hát igen. Hát nagyon ha így tudom, akkor előbb jövök. Hát nem tudom. Tényleg volt olyan, aki azt mondta, hogy fél óra alatt jutott be, és 9-re jött. Te mikorra jöttél? Fú. Hát... több mint egy órája biztos. Hú, hát sok sikert a bejutáshoz. Na, ez tényleg durva. Te, most elképettem. Figyelj, hajrá! Amikor tavaly itt voltam, akkor nekem is volt 3-4 óra. De jó. Köszi szépen! Nincs mit. Hello, hello! Na hát akkor megtudtuk, hogy úristen, még mindig mekkora sor van. Most itt vagyunk a bejáratnál amúgy. Tehát most jöttünk a fő bejárathoz. És odakint hihetetlen nagy tömeg van. Közben a Modern Warfare 2-ből Ghost ment el mellettem. És próbálkozom. Közben valaki a tömegből amúgy felismert. De nem jöttek oda hozzám, hogy esetleg velük is beszélgessek. De szerintem oda kéne mennem hozzá, én megnézem, hogy mi történik ott a tilosos leányzóval. Na, akkor mindjárt itt is vagyok. Képzeld el, másfél órája állott. Másfél órája áll? Hát igen, hát 10-kor vagy 9-kor, mikor idejöttünk, ugye 9-re értünk ide a millenárisba, akkor már 200 méterre volt, vagy 200 méteres sor volt, esetleg 300, az nem tudom, valaki ismeri, majdnem középig, a millenáris tó utánig tartott a sor konkrétan. Ben vagyunk már egy, hát mi nagyon régóta ben vagyunk már, ugye, de mi mindig tódulnak be százával az emberek, rettenetesen sokan vannak, és az a baj, azért nem tudják őket beengedni, mert a szervezőket is megértem, mert ugye közben ott akik megvették elővételbe jegyet, az is oké, hogy megvették elővételbe, de a szallagot rájuk kell tenni, akkor a ruhatár nem bírja, mert négyen vannak bent.
nem tudnak egyszerűen több embert beállítani, szallagoznak akármi, és nem tudnak egyszerre 600 embert beengedni, mert különben így rájuk rontanak az animések, és így felfolják őket, és így megeszik az agyukat. Kíváncsi vagyok, hogy mindenkinek elővételbe kellett-e megvenni a jegyet, vagy pedig limitálatlan, ahogy bejutnak? Te... Nem, már most is kezdenek vannak, sokan lenni benn. Igen, és most is lehet még mindig jegyet venni szerintem. Tényleg durva, és ilyen checkpoint rendszer szerűen osztják igen. a belépőket, vagy ilyen szakaszosan, kis szakaszokban. Olyan. Én rallihoz hasonlítanám. Hát a reptéren is ilyen igazából, ugye, hogy az átmutozásos rész, ha megmutatod a kártyádat, még egyszer megmutatod a kártyádat, ott is 60-szor kell sorba állni. Na jó, hát akkor most szerencséseknek mondhatjuk magunkat. Hello! Nem. Hát én nem dohányzom, te önző vagy. Nincsen tüzem, én is most tarháltam. Viszont ja, nincs tüzem. Azt hittem, ilyen, hogy tűz kellett. Tűz. Hát csiszolt kőkorszak óta szerintem van tűz, nem? De majd így egy hüvelykujjamból majd így csiolok neki. Na, jön egy újabb szakasz, megkérdezem őket, hogy milyen élmény. Sziasztok! Milyen élmény most elindulni avval a hátsó sorra? Nagyon jó. Iszonyat jó. Nekem nagyon jó. Én egész nap erre vártam. Én is. Mióta álltok itt? 10 perce körülbelül. Van olyan, aki már egy órája itt áll. Igen. Akkor szerencsések vagytok. De ha csaltatok? Nem. Nem. Tényleg a legvégén odaálltatok és működik? Hát, nem. Ja, nem tudom. Először is Jedi trükköt használtunk. Bizony. Aztán utána. Beengedtek minket. Igen. Na. Egyik inkább egy fél óra sorba leestem, beengedtek. Igen. És miért jöttetek igazából? Hát én egy csomó barátomnak veszek Diablót. Hát sok sikert hozzá, mert rengetegen vannak az 576-nál. Hát... köszönjük, de... Tényleg, én is sorba álltam 20 percet. Hát hármat remélem csak tudok venni, hát. Hármat? Hát örülj, ha egy lesz. De nem akarlak elkeseríteni. Holnapra is van jegyetek? Hát nincs, én csak ma szerettem volna eljönni, még igazából engem, én tényleg csak ezért jöttem el, hogy... vigyek a barátaimnak, meg magamnak StarCraftot is. StarCraftért is sokan vannak. Hát gondolom mindenért, de most igazából kell, akkor egész nap beállok a sorba, mert nincs jobb dolgom. Nagyon sok sikert kívánok nektek. Köszi őszintén. Köszi. Köszi szépen. Köszi. Köszi. Sziasztok. Na, leállítottam sikeresen, de... Hát csak 10 perc. Persze, hogy felveszem. Nem, végig jó. Egy-két részt azért vágjál majd ki. Jó, oké. Még nem tudom, hogy lesz. Én sem, azért random írok, felveszem, kamerázni még nem kameráztam, de majd biztos fogok. Jelmezverseny amúgy az a nagy színpadon lesz, vagy ezt látja a nagy közönség, vagy itt titokba megy majd? Vagy nem, a nagy színpadon lesz. Ezt mindenképp meg kéne nézni a versenyt, arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen jelmezek vannak, mert már most el vagyok ájulva amúgy egy-két jelmeztől. Nagyon ötletesek és részletgazdagok, ez nagyon fontos, hogy azok az élethűek tényleg, meg az igazán jók, akik minden apró kiegészítőre odafigyelnek, és nagyon sok mindenkit megkérdeztem, 99%-ban saját jelmez, szóval maguk csinálnak mindent, azt mondják, hogy iszonyat drága, de egy ilyen önkifejezés egy bizonyos formája, és rettenetesen nem. Főleg, hogyha még az anyagválasztás is direkt úgy, ami a lehető legvalósághűbb, mert sokszor látok olyan jelmezeket, ahol az anyaghasználat nem passzol. Igen, 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 hogy na, tessék! Ott van egy nagyon durva predátor, tehát körülbelül attól kell félnünk, hogy most nem vágja le a fejünket, nem skalpol meg. Úgy lép, tényleg életűen, nem jön ki a szerepből. Ebbe a ruhába jött ide, tartsd a szerepet, mindig ez a legfontosabb, bármivel beöltözöl, tartsd magad a szerephez. Emberünk predátorként úgy lépked, mint a tényleg így lépne, és az a márvány, amin így vagyunk, ez így dang, így szét tudna robbanni a lábai alatt, úgy lépkedett végig. Már csak az üvöltést kell igen, megvárnunk. De biztos, hogy fog. De van alienünk is. Igen? Láttam illetve. De azt meg kéne nézni. Nagyon élethű, és morog, meg mindenféle ilyen hangokat ad ki a maszkja. Nagyon-nagyon szuper kis jelmeze van. Amikor találkoznak, akkor meg kéne, ott kéne lennünk. Jaj, az lenne a legjobb. Itt jönnek a Harry Potter brigádunk. De fordítva jönnek rossz helyen, nem? Itt jönnek szembe majd a tömeg. Hát, hogyha ők erre akarnak kimenni, mert itt van egy kis kitérő, itt ketté van választva ez a kordon, és ott ki tudnak hátrafelé, arrafele menni, szerintem mit inni, enni, dohányozni valahova. Na jó,
hogy állsz a relaxációddal? Még egy cigit elszívnék, aztán bemehetünk. Jó, rendben, akkor mindjárt visszajön. Bentről. A színpadon lövések dörültek el, és még mindig, hát pont időben kapcsoltam be, Amy szólt, hogy az mi lehet, két cowboy, vagy ugye valami olyasmi volt, mondjuk eléggé pocakosak, de azok harcoltak, elég durva. Hát a lövésről nem de ez szerintem már maga a cosplay előadás, nem? Nem tudom, nem, szerintem ez. Ő csak ilyen átvezető? Nem tudom, szerintem igen. Igen. Lehet, hogy most valamit osztogatni szoktak. Néha szoktak ilyen kis szünetekben ilyen ajándékcsomagokat dobálni a tömegbe. Legalábbis tavaly úgy volt. Nem tudom, hogy most úgy lesz-e. Rengeteg az ember. És most tényleg elkezdte közönleni, főleg a színpad felé valószínűleg a lövések. Tehát nem úgy működik az embereknek az ösztöne, hogy... menekülnek a veszély elől, hanem inkább futnak a veszély felé. Úristen, lövések, de jó, nézzük meg, ki hal meg. Igen. De nagyon látványos fényeffektek is voltak, tehát... Patron volt valami, szerintem valami ízé, puskaporos, nem puskaporos, mert az fájna, de valami patronszerű ízé lehetett ilyen. A régen gyerekkorunkban játszottunk ilyenekkel, tudod, hogy ilyen falhoz vágy, ízé levágtad a betonhoz, és akkor robbant. Csak ez nagyobb volt, valami tobálnak. Maszkot. A közönség. Már ilyet már láttam, ami maszkot. Igen. Jaj, de édesek rohannak rá, mint a húsra. Most azt nézem, hogy az a hosszú hajú, fehér hajú lány. Ő itt valami műsorvezetőféle, mert az előbb, mikor nem volt épp program, és nem zenét tettek be, akkor látod, na, tessék, így ketten fel vannak öltözve, cosplayesek. Igazából, ahogy így hallottam, meg ahogy elnézem, nem karakternek öltöztek, csak csinibe vágták magukat, miniszoknya, hosszú szőke, vagy fehér haj. És ők ilyen műsorvezetők félék, buzdítják a népet arra, hogy játszanak, vagy éppen szerepeltessék magukat. Az előbb volt ilyen ügyességi játék, hogy ceruzát kellett elkapni, szóval megfogták két darab ceruzát, feldobtad a levegőbe, és ugyanezzel a kezeddel el kellett kapni. Ha ügyes voltál, akkor még kettő ceruzát kellett, és akkor négy ceruzát dobtál föl, és azt kellett elkapni. Közben azért te is érzed a patronnak a szagát. Büdös van, iszonyatosan büdös van, és az előbb füst is volt. Tehát ez a pár lövés, ez tényleg az egész csarnokat. Nem vagyunk közel a színpadhoz, tehát ilyen magaslatból nézzük, de elég durván érződik már a szaga. Ezért mondtam, hogy biztos valami puskaporféle lehet benne, de nem akarok hülyeséget mondani, de valami hasonló biztos, mert nagyon büdös. Hát az biztos, hogy ólomkorjó nem volt benne, mert még úgy látom, hogy mozognak. Igen, nem vérezték szét a színpadot. Bár az is biztos érdekes lett volna, hogy alattunk van a GameStar-nak a standja. Ha jól láttam, most Gangnam Style tanítás fog menni. Okítják a Gangnam Style-t, ami szerintem, hát látni, ha gondolod, de gusztustalan. Hát nem tudom. Poénnak jó, szerintem a készítője is a poénnak szánta. Nem tudom, annyira... Jaj, nem tudom, egyszer-kétszer poén volt, de elég volt, szóval lesz, hogy már a rádióból is ez csöpöl, konkrétan most már sláger lett, sláger listákon hallatszik folyamatosan. Hát igen, elég de szomorú. Az amúgy a pocak a reklámból, vagy ki ez? Nem, ja? Nem, vagy igen? Lehet, hogy ez pocak, de mintha már láttam volna azelőtt is. De nem tudom, lehet. Egy ilyen zöld... Kiabáljuk el? Pocak vagy? Nem hallja. Nem tudja, nem hallja, de... De hogy egy ilyen zöld amőbaszerű valamit láthatunk, aminek ilyen szögletes feje van, és... De pocakon nincs táska. Igen, igen, a táska zavart meg először engem, és azért mondom, hogy nem biztos, hogy a pocak, de egy ilyen pocak zöldszerű amőba amorf jelmezt láthatunk, ami amúgy vicces, csak jó lenne realizálni is, hogy még egy hollywoodos pólós. De aki nem tudja, mi az a pocak, az a Danonnak a nagyon szuper reklámja, ami így végigjárja az internetet is, tehát nyugodtan írjátok be a YouTube-ba, hogy pocak, aztán találtok róla valamit. Ha más nem, Weiser kolléga kielemezte, tehát onnan is megismerhetitek. Na. Közben itt, hát nem mondom, hogy a szerinted hány százalékban vannak beöltözve az emberek. Fú, kevés!
kevés, én több jelmezt vártam amúgy, nekem konkrétan egy-két jelmezt úgy keresnem kell, hogy hol van az, ahol tényleg így a cosplayesek egy bagázsban vannak, de látszik, hogy nagyon sokan csak egy-egy kiegészítőt vettek föl, szóval valaki csak egy parókát vett föl, mondjuk akinek egy-egy ilyen kiegészítője van, egy-egy nyuszi fül, vagy paróka, vagy valami, az mondjuk egy 10% a tömegnek, 20, mert egy-egy maszk azért vannak az embereken, 20%-uk. Onnantól kezdve szerintem még mit tudom én, egy 40% öltözöttbe. Hát annyi, hogy ez a rendezvény amúgy félig a játékosoknak szól, félig volt egy holdfénykonyha, jól tudom, az valami üzletnek, most ennek nem néztem utána, az üzletnek, egy ilyen anime üzletnek a saját fesztiválja. Az biztos, hogy mi volt Mondokon, ahol a múltkor is kim voltam, ott azért jóval több jelmezes volt, de azt majd legközelebb. Szerintem ugyanúgy megcsináljuk, vagy elmegyünk. Na, most egyelőre nem történik semmi sem a színpadon. Nem, menjünk le. Jó. Akkor lemegyünk. Mondjuk ezt fontról lehet jobban látni volna. Nem tudom, de innen nem lát. Jó, hát próbáljuk meg innen. Hát üljünk le, nem? Kezdjünk leülni, nem? Jó, előre megyünk, mert elkezdődött. Elkezdődött az egész. Egy emberke van, egy lány, egy kicsit alul öltözve. Megy a... Hát ez a leghallgatottabb, vagy legnézettebb YouTube videó, nagyon rövid idő alatt. Közben kolleginát követem, nem tudom hova megy. De itt a háttörben elkezdtek rá táncolni. Közben kivetítőn megy maga a Gangnam Style videó is. Ez egy koreai énekes. Na innen jobb? Hát innen talán. Tehát szegény most egyedül szenved ott a színpadon, de biztos ő vállalta be. Ne haragudj Roli, de ehhez nem szólnék hozzá. Jó. Nézd meg a tömeget, légy szénén, nem. Hát a Playboy nyuszi, harisnyak ötőben, kőszoknyában, ugrál a Gangnam Style-ra. Nekem ez már abszurd, ezt a részét nem szeretem. És ehhez ne haragudj, de nem szólnék hozzá. Jó, oké, akkor ez most a saját. Mondjuk ezt szerintem kivágom. Na, mit? Hol van? Jó. És még a szeme is világít, ne szórakozz. Nagyon aranyos, úristen! De tényleg akkor, mint egy buckalakó. Egy konkrét buckalakó van itt előttünk, és... De nem buckalakó, ne szórakozz már, ez Java, tudod, kis Java. A buckalakó a nagy. Ezért tudod az, ami... Nem, ugyanaz a buckalakó jelmeze van. Ez Java, tudod, a Javára fekete az arca, a buckalakó, meg az, amelyik... Mászkált már, tehát a Tasken, az a buckalakó magyar neve. Tasken. Jó, buckalakó. Jó, legyen. De ez egy Java. Kis Java, még azt kiabálja mindig, hogy Budini! Én most nem úgyse hallatszik szerintem semmi amúgy a Gangnam Style miatt. Lehet, hogy nem. És egyre többen ugrálnak a színpadon. Már vagy körülbelül 90 vannak. Nem tudom, hogy random ennek fel az emberek, vagy pedig kihozzák az embereket. Oda föl, csinálok videót. Jó, csináljunk. Ha megint pozíciót váltunk. Szerintem teljesen random az embereknek a megjelenése. Most oldalra jöttük és látjuk a tömeget. Próbálom a lehető legjobban elmondani.
ami történik. Igazából ez tényleg ilyen ideggörcsnek tűnik innen. De és úgy néz ki, hogy be is fejeződött az egész. Milyen érzés volt a színpadon? Nagyon jó érzés volt. Ekkor a tömeg előtt kellene látszolni, de legnagyobb érzés. A színpad minket, tudod. Megszegít minket, így van. Teljesen random lehetett felmenni? Abszolút, abszolút. Mindenkit belengedtek, téged is belengedtek volna. Lehet, hogy még engem is. És amúgy, hogyan döntöttétek el, most fel kell ugranatok és... Jó a zene, jó a társaság, nagy buli. Igen. És hülyet akarunk csinálni magunkból. Ti hárman jöttetek, amúgy miért? Mi volt az eredeti indok? Kockák vagyunk! Ja, szóval játékrendezvény? Szeretjük a cosplayes csajokat, mert ők nagyon-nagyon jól néznek ki, főleg a jelmezeikben. Szeretjük a játékokat, meg szeretünk bulizni. És a csajok is szeretnek titeket? Hát reméljük. Reméljük. Hát én vagyok minden csaj álma, hát nézzél rám, tök szeszélyes vagyok. Kérdezd meg azt, hogy nagyon szép pályt, hogy most mit gondol rólam? Hát most felfut épp a színpadra, úgy néz ki, hogy meghallotta, hogy te épp oda akartál. Azt mondta, hogy te, légy szíves, legyél olyan kedves, mert olyan szép vagy, menjél föl. Nem, te meghallotta, hogy most azt akar, össze akarsz vele jönni, és nem bírta tovább. Jöttek rámenő versenyre, szerintem minket konferál fel. Akkor sok sikert, legyetek az első. Megnyerjük, mi szép magyar emberek vagyunk, mi tudunk enni föl csíbőset. Köszi szépen. Szia, pörköltön, ez is jó lesz. Kitől vagy te? YouTube-tól. YouTube? Avidos. Jó, van, majd megnézzük. Munkát. Jó. Ne járass le minket, létszik el. Dehogy fogod. Köszönjük szépen. Mindent fel lehet használni. Kösz. Kezdődik a rámenevő verseny. Ez azt jelenti, hogy most mindenki odaáll ilyen két pálcikával és elkezdenek enni vele. Szerintem egyszerre fognak ilyen smacket kibontani. Ha gondolod, akkor elém jöhet. És ebből a csapatból körülbelül egy versenyző van beöltözve. Ő egy ilyen fehér ruhában van, egy ilyen kim van a pocakja, meg valami szarvacskái vannak. Aztán kíváncsi vagyok, hogy hogyan fog ez a verseny lezajlani. Tehát egyelőre mindenki ott áll az asztal előtt, és várja, hogy történjen valami. Aztán... Most mondják el a szabályokat, tehát csak enni kell, csak pálcikával, csak a kis smacket, ráment. Na, mindenki kézbe vehette a pálcikáit. Egy új asztalt hoztak nekik elő. Na, mindenki felkészül. Tehát felkészülnek, folyamatosan egymásnak adogatják a rámeneket, ugyanis van, aki ez nem jutott elsőre. Most két feltartással fognak jelentkezni, hogy melyik lesz a legjobb, hogy ki lesz a győztes. Közben a közönséget kérik meg, hogy valaki... Ez a hat alapul, a buszkolatotok is! Na nézzük. Már rögtön a szurkolásról van szó. Valakit megkérdeznek a közönségben, hogy kinek szurkol, és hol van az apja. Készülnek a versenyzők, már látszik, hogy valaki már tudja, hogy kell tartani a pálcikát, de lehet, hogy szerintem van olyan, aki még sose fogod. Ha magamban indulok ki. Nem lehet a pálca a kezükben. Mindenki tegye le a pálcát. Azt mondják. Tetejét is le kellett, vagy nem szabad volna levenni. Az egyik gyereket láttam, hogy levette előre. Mindenki felkészül. Elindul a verseny. És kezdődik a verseny.
elkezdte inni az egyik játékos, és valaki nem pálcával ettetett, elkezdte a szürcsölni. Most már valaki két kézzel eszi a cuccot, de valaki rendesen egy kézzel, ahogy kell igazából enni a pálcával. Közben van még valami másik harcos is a pályán. Nem tudom, ilyen páncélzatban van. Van, aki állva eszik, olyan hárman esznek állva, ketten esznek körülbelül két kézzel. De a legtöbben ráhajolnak az egész tára. Tehát ahelyett, hogy a kezükbe vennék. Na meglátjuk, hogy ki lesz az első, esetleg azok közül, akikkel az előbb beszéltünk. Van, akinek nagyon remeg a keze. Tehát az is érdekes, hogy tényleg alig bírja már fogni a tápát. Annyira izgul, vagy annyira ragy rajta a mostani nyomás. Egyre kevésbé látom, mert egyre több mindenki áll elém. És mindjárt meg lesz az első, aki megissza, mert megette a pálcát. Ott van, és úgy látom, hogy egy ázsiai származású ráadásul az illető, tehát nem hazudtolja meg a származását. Megvan a negyedik is. Az ötödik is megvan, az egyik azok közül, akivel. Az egyik, akivel beszéltem az előbb, az egyik játékos, az lett az ötödik, ha jól látom. Most őt kérdezik meg, hogy finom volt a rámeme, hogy a műsorvezető főzte. Na, mindenki a szalvétát a kezébe veszi. Próbálkozik. Megenni. Na, hát úgy néz ki, hogy vannak, akik nagyon büszkék magukra, mert megpróbálok valakit elkapni a versenyzők közül, és beszélni velük, hogy mi volt a nehézség, vagy mi volt a legjobb dolog. Hát, hogy nem hallom a saját hangomat se, és így elég nehéz. Figyelni. Na, vannak ki, úgy látom több fordulós. Tehát a pontos szabályokat nem ismerem. És... Na mindjárt akkor... Nézd ki, hogy a kiesők jönnek le, oda megyek az egyiket az előbbi gyerekek közül. Sik, kiestél? Kiestem, nem volt hozzá pálinkát. Pálinkával még csúszott volna. De így, hát ez csíp, mint a fene. De úgy látom, hogy az egyik társatok, az fönn maradt. Kettő is, akkor nagyon... Az nagyon jól volt, ment akkor. Szurkoltok nekik? Persze. De ők gyakoroltak rá, nem? Nem. Csak így spontán. Egyszerűen sokat bírnak enni. Sose ettetek még így rá? Nem. Én sem. Ezek pálcával ettetek? Nem. Még értem, mert nem ettem semmit pálcával. És azt hogy lehetett akkor? Hogy tudtátok megcsinálni? Hát gyakorodjuk. Nagyon bírnál. Látok is, elég sok maradt. Elég bírnál megenni valamit. Több mint a fele megvan még. Állj, maradjunk a felénél. Szét marta a számat, mint csípős. Nem, a csípős nekem nem volt csípős, pont jó volt. Csak akkor jót kaptál, hogy halljál meg. Csak pálinka kellett volna ott. Ja. Megy a második menet. Na, akkor megyünk szurkolni vissza. Visszamegyek. Egyre kevesebben vannak. Na, akkor itt van mellettem az egyik kiesett, és akkor velünk fog szurkolni, együtt szurkoljunk akkor. A barátomnak, aki nagyon profin tud enni, főleg most időt, hogy ráment is profin tud enni. Na. Talán még esélye is lesz. Mi a neve amúgy? Marci. Te neved? Márk. És a tied? Gábor. Jó. Akkor Marcinak szurkolunk együtt. Meg Viktornak. Amúgy nagy a konkurencia, mert ahogy jól láttam, az ázsiai lett az első. Igen, ott állt mellettem, mire én megettem az első pályafatot, mert a felét megette. Nagyon profi a gyerek, de én úgy érzem, hogy van esélye a barátaimnak, mind a kettőnek. És amúgy mit tudsz róla? Kitapasztaltad a technikáját? Igen, gyors. Az a technikája, hogy gyors. És ázsiai nyelven is beszél? Meg azért van is előnye, mert ő pálcikával eszik, ugye a barátaim pedig szerintem ők is most először próbálkoznak. Tudom, hogy az ázsiai fiú, nem tudom a nevét, ő már tavaly megnyerte ezt a ráme nevű verset. Nem mondod? Igen, tavaly is beszélgettem már vele. Igazi bajnok. Indul a másik vele. Nagyon rákészülnek.
Ez most mit tesznek ilyen kis szemeket? Hajrá, Marci! Hajrá! Hajrá, az erő! Szabinál az a lényeg, hogy akármennyit teszel, ugyanúgy csík. Tehát ilyen esetben nem hátrány, tehát hogy egy kicsit teszel, akkor is ugyanúgy csík, mint egy nagyot. Tehát így nagy adagban kell lenni, mert ugyanúgy csípi a szádat. És ezek ilyen kis babszemők, vagy valami babszemők? Nem, ez egy ilyen pürész, mint a torma lenne, de sokkal erősebb. Az nagyon szép. És ahogy látom, eléggé vannak, akik sokan szenvednek, de... Igen, de nem. De az ázsiai gyerek az nagyon nyomja. Nagyon nyomja, de nem, Pácika technikájából is látszódott, tehát ő volt az, aki még azon csinálkozott, hogy nem emelt a szájhoz, mert az a technika lényeg, hogy a leveseknél a pálcikát kanalazáshoz használják, tehát hogy isszák és kanalazzák az égborzat tésztát, ő kiszedt és utána itta meg, gondolom nem tudta előre a szabályzatot, meg utána megkérdezte, hogy lehet-e, meg lehet inni, amúgy fel annyi idő alatt végzett volna. Aha. Már nem is tudom, nem nagyon ugrik rá a kajára, egyre lassul ő is. Igen, azért még neki is betett az a kis lazatos fiúság. Az előbb nem voltál a színpadon? Tehát te is harcoltál az előbb a győzelemért? Nem, én nem neveztem be a versenyre. De csak tapasztalt vagy. Én csak tapasztaltam, ettem már többször is veszedít, és az egyik ember. Remeg a keze, de ott van, megvan a masszorát az első. De az ázsiainak meg elkezdett remegni a keze, miközben emelte föl. Tehát, és már sír, vagy nem tudom. Nagyon erős, könnyezős a wasabi maga. Hát azt lehet látni. Marcia, akinek szurkolunk, az most jelenleg egy nagyobb darab. Igen. Tehát masszívabb testfelépítésem. Igen? Masszívabb testfelépítés, és bírja is. Igen, tehát jobban bírja, mint a kis ázsiai. Bírja ilyen kajákat eléggé erősen, tehát ő azért. Meg a 120 óra, akire még aki szintén iskolatársam, akire még gyanítottam volna, hogy ő nyerhet meg, ő aztán két pufára tud jönni, de nem. Gondoltam, hogy nevezek, de úgy nem volt kedvem, úgy én bírom az erőset. És a tavaly te neveztél akkor? Nem, én tavaly nem voltam, ez az első, hogy itt vagyok kint. Na, és akkor most lesz egy harmadik menet is? Nem tudom. Nem tudom, eddig még most éppen veled beszélgettem, de mindjárt kiderül. Erről én is felmaradtam. De úgy néz ki, hogy most már kezdik visszanyerni a színüket a játékosok. Igen, igen, már levegőt is kapnak. De mindjárt meghal a gyerek, Marci. Most eléggé durva arckifejezése volt. Nagy, mély levegők. A tüdejénél van már a keze, lehet, hogy feladja. Nem, első. Most mondták, hogy ki lett az első, második, harmadik. Az ázsiai lett a harmadik. Ez a wasabi versenyen, ugye vasabi. Azt mondtad ugye, hogy wasabi. Igen, wasabi. Ja, a wasabi versenyen. Kicsit alul maradt az ázsiai, de mondom ezt a... Az neki is sok. Ide már nem az kell, hogy rálta a szája, míg ilyen, hogy evette, vagy valami, hanem az, hogy mennyire bírja ezt. Most viszont más lett hirtelen a... Most összesítésben ki lett az első, ki lett a másik? Valami olyasmi. Nem tudom. Na. Oda megyek akkor Marcihoz, aki a... Rendben, interjúod meg a Marcit. Na. Na akkor most jön le a színpadról, most kezet fog a versenytársaival. Na, hello Marci! Hello Marci! Harmadik lettél? Vagyok. Mikor? Második lettem, állítólag. Én első lettem szerintem egyébként, de... Második, állítólag. Gyere ide, hagyd a tráján! A neved el! Légy, mondd már! A Szász Viktor vagyok. Azt mondtad Marci. A másik a Marci. Ő a Marci. Mi benne reménykedtünk. Te voltál a Marci. Hát ne arra, igen, én vagyok. Névre neked szurkoltunk, de amúgy nem. Hát, köszi szépen. Nem tudtam, hogy... Sajnos nem sikerült Pácikával való evést még gyakorolni kéne. Hanyadik lettél? Hát, negyedik. Nem baj, ez is szép eredmény. Persze. Hát nem is ez a lényeg. Hát, és most a wasabin nagyon erős volt? Alapvetően igen, erős, de maga a pálcával való felvételhez le volt a baj. Láttam, hogy többen már remegnek tőle. Ennyire kemény? Kemény, nagyon kemény. Levegőt már kapsz? Kapok. Akkor köszi szépen. Én köszönöm. Sok sikert a további versenyekben. Köszi. Hello. Na, meg volt életem első aláírásodása is, érdekes volt, nem is tudtam, hogy hirtelen hogy írjam alá. Ide jött a szirmai után pár
fiatal srác, akik azt kértek tőlem. Közben Heber Rob megjelent előttem. Csak mondom, hogy megjelentél előttem ismét. Hello. Hello. Megvettem a BFR-nak. Még mit vettél mellé? Látom, hogy egy World of Warcraft-os csomagod van, de nagyon mutasd, mit vettél. Battlefield 3 Premium Edition. Ez nem nekem lesz. World of Warcraft Knights of Pandaria, egy ilyen kemény tokos. Twitteres ismerősnek lehetsz, és ez is. És egy Counter-Strike Global Offense. Nagyon szép, és milyen posztereid lettek? Egy Diablo 3-as, I guess, meg van a táskámban egy kettő már. Ó, hát már nem néz ki olyan jól. Annyira nem, de két darab a szépen. Assassin's Creed, aha. Na jó, hát akkor sok sikert. Körülött az oxigénnek, amit kapok, mert borzalmas az, ami volt az 576 strandnál megy. Egy órát álltam sorba. Láttad Szirmai Gergelyt? Láttam Szirmai Gergelyt, nem hallottam konkrétan Szirmai Gergelyt. Remélem, hogy lesz róla valamiféle videó fenn a neten. Meg olyan érdekel, amiről beszélt, de nem hallottam. Há igen, én ide jöttem mögé, és szerencsére így hallottam. Na az, szerencsé. Akkor nem tudtál tömegbe benyomorogni, mert egy hatalmas gigantikus tömeg volt körülötte. Aha, el tudom hinni. Ő hova, hol ment le? Vagy nem követte? Ott arra menekült el. Na jó. Személyes hadsereg. Akkor szerintem én is továbbállok, aztán majd légy szerintem úgy még találkozunk, jó? Hello, hello. Na, visszajöttem a színpadhoz, itt lett most valami jelmez verseny, vagyis hát cosplay verseny. Valószínűleg valaki most nagyon megsértődik, ha ezt hallja, hogy azt mondtam, hogy jelmez verseny. És most valami benszülött lány ugrik fel a színpadra, ilyen fogakkal a nyakában, illetve ilyen ősember táncot jár. Van nála egy ilyen hosszú, hogy hívják ezt az eszközt, ilyen dárda, igen, de hát ilyen hegyes dárda, ilyen fémmel a végén. Úgy látom, hogy azt most le is lehette, vagy leesett, de nagyon jól csinálja, és nem veszük észre, hogy ez valójában egybe kell, hogy nehogy maradjon, és csak az ugrálás miatt esett szét. Mindenesetre most beállt hozzánk mellénk egy szár. Most méghozzá, jól látom, Alice csoda országos stílusban. Leüti a barátnőjét. Na, az a színpadról közben lejönt a benszülött leányzó. És most egy új emberke fog felmenni. Nem értem, hogy mit mondanak. Valami játékkaraktert fog megszemélyisíteni. Ha jól látom, ez valami nagyon durva droid lesz. Okito. Hát nem ismerem, ez lehet valami japán játék. De mindjárt kiderül. Hát most a nagy képernyőn mutatnak egy képet róla, egy ilyen páncélozott csaj, ha jól látom, innen. Bazi nagy géppisztollyal, most meglátjuk, mennyire fog hasonlítani. Ez nem Warhammer-es? Lehet, hogy Warhammer karakter, de minden esetre Warhammer-szerű ruhában van, csak sajnos leült a színpadhoz, és nem nagyon látom, mit csinál. De úgy látom, hogy most a kezébe veszi a nagy hát ilyen kaszaboló fegyverét. Tán láncfűrész van azon a fegyveren. És sajnos nem látom, mit csinál. Nagyon messze vagyok, túl nagy a tömeg. És tényleg nagyon sokakat érdekel ez a cosplay-es bemutató. De vele is ment. Hát nem baj. Folytatjuk. Akkor egy újabb jelentkező jön föl, nem? A szervező mikrofonhoz ugrik, és valami újat fog felkonferálni. Lehet, hogy ott hagyta a leányzó az egyik cuccát, mert valakik visszalahantak a színpadra valamit elhozni. De hát amilyen nehéz páncélja volt, nem csodálom, hogy anélkül tudott csak lejönni. Szép jó reggelt! Bocsánat, hogy így semmi gond! Kommentálóban szeretnék egy interjút készíteni veled. Én is veled mostantól, hogy veled szóltál. Jó. Honnan ismerlek? Vagy honnan ismerhetlek? Nem ismersz, a YouTube-ról ismerhetnél. Egy kisebb csatornának vagyok a tulajdonosa, a Szokedencsit című csatornának. És mivel foglalkoztok? Végjátszás, gameplay, bemutatók. És mióta vagy itt?
Hát én reggel 8 óta itt vagyok. A sorban álltál, hogy hamar bejuss? A legelső között voltam, igen. Még kaptam is ilyen nagyon menő Xbox, kinek for Xbox pólót. Na hát, szerencsés vagy amúgy nagyon sokan, akik később jöttek, volt, hogy másfél órát vártak, már több olyan is beszélt. Volt olyan, akit nem is akartak beengedni, én hallottam olyat. Miért? Mert hogy túl sokan voltak ide bent. És akkora volt a sor kint, hogy azt mondták, hogy menjetek haza? Nem, azt mondták, hogy várjanak kettőig. Az a nem semmi. Azt szépen megcsinálták, mert tényleg rengeteg ember van itt, és kint ki is felismerült bennünk, hogy lehet, hogy nem engednek majd be mindenkit, akkor te ezt meg tudod erősíteni. Hát igen. Jó, hát nem baj. Hogy érzed magad itt a rendezvényen? Nekem ez az első, ez nekem mindenképpen egy új élmény, és hát nekem kifejezetten tetszik. Tehát mind a cosplay része, mind a Play ID. Tehát ugye egy csomó ember már meginterjú voltam, tehát azért is volt jó, mert találkoztam egy csomó olyan emberrel, akit nézek YouTube-on, például téged, de például Sirius-t is, meg Covery, nem tudom, ismered-e őket? Igen, igen, mert velük vagyok most egy standnál ráadásul. Ja, igaz, jó, de, persze nem, Avermedia. De amúgy nem ismertem előtte őket, de nem akarom itt. De tényleg nem ismertem őket, most ismerkedtünk meg. Aha, értem. Közben fenn volt egy nagyon jó, hogy hívják azt a... Dead Space-nek a fő karakterét. Dead Space, igen. Isaac. Igen, valami Isaac, Forsman Isaac. De nagyon, az nagyon menő kosztüm, az nagyon tetszik. Igen. Igazából azt az igazság, hogy... Pont téged nem írta fel reggel, hogy a kérdéseket... Szégyeld magad! Jó, reggel Minecraft-ban gondolkodtam, bocsánat, még picit korán volt, amikor a híven ültem. Nem baj, nem baj. De azért szerintem tudok én is feltenni neked kérdéseket. Jó, figyelj akkor. Jó. Akkor én először megköszönöm az interjút, hogy rendelkezésemre álltál. Nagyon szépen köszönöm én is. Tudod mit? Felveszem. Az interjúmat. Felveszed az én interjúmat, jó? Igen. Rendben. Oké, majd ebből próbálok ötletet meríteni, amit írtam le eddig. Oké. Sikerült megtalálnom Abidoszt is, és ennek is nagyon örülök. És azt szeretném megkérdezni, hogy hajadék Play IT-n vagy kint most? Nagyon sok Play IT-n nem voltam. De ez a második Play IT-m. Ami azt illeti, ezeknek az előzmény szervezés, vagy előzmény rendezvényeim, mint mondtam. Tehát voltam a Budapest Game Show-kon, és nem is tudom, valami 2007-ig visszamenőleg voltam a WCG-n is. Aztán így, mivel azok így eltűntek, most a Play IT marad, de egyébben csak egyszerre jövök el. Értem. Hogy van időd ennyi videót felvenni? Hát most nagyon rákapcsoltam ebben, igazad van. Az az igazság, hogy arra van időm, hogy felvegyem őket, de mindig az a bajom, hogy arra nincs időm, hogy saját magam játszak olyan játékokkal, amivel igazán szeretnék, és most eléggé problémás az is, hogy hogyan oldjam meg ezeket a dolgokat, hogy tényleg... minden játékra legyen idő, amit szeretnék játszani, mert csomó mindent megvettem, és nem tudok. Uh-huh. Sokszor értem. Csak a bemutatóban próbálok kijelölni a játékot, amit megvásárolok, és utána nincs időm hozzá. Igen. Honnan jött ez az ötlet, hogy androidos játékokat mutassál be? Első látásra bemutatók. Honnan jött, hogy rájöttem, hogy a TV Tuner kártyámat, vagyis hát igen, hogy azt tudom használni PS2 felvételre. Ugyanazon az elven működik a PS2-es felvétel, mint az androidos telefonból kijövő ilyen kis kábel, és arra gondolom, akkor miért ne venném föl? Igazából csak azt mondta a legnehezebb megoldani, hogy a ősrégi TV-tuner kártyám működjön a számítógépemben. Ugyanis Windows 7-en nem akart működni a TV-tuner kártyám. Értem. Hogy érintett téged az, hogy ilyen sokan iratkoztak fel a csatornádra, és ennyi sok megtekintést kaptál az első időkben? Hát, nekem nagyon sokat segített annó a Rossz PC Juniorok oldal, blog. Tényleg egy olyan helyszín volt egy kezdő videósnak,
ahova be lehetett küldeni a videókat, és nagyon meg lehetett ismertetni magadat. Az Intenger kalózai lett ennek az utódja, és hát nem mondom őszintén, meglepett elég sok minden, tehát főleg az, hogy a magának, amikor véletlenül csináltam olyan játék bemutatót, hogy kritika, tehát így rendesen ráfeküdtem, megírtam a szöveget, meg rajta gondolkodtam, akkor annak nem volt akkora sikere, mint amikor csak leültem és játszottam. Úgy néz ki, hogy ez akkoriban egy ilyen hiánypótlás volt. Nem tudom, melyik te a YouTube partnershipben kit választottál, tehát ki lett a partnered? Engem választottak, nagyon sokáig vártam, hogy valaki esetleg megtaláljon. Itt vagyok, aztán így senki nem akart velem foglalkozni. Aztán most a TNG-nél vagyok, itt fel is csináltam, meg is csináltam a kis kártyáskámra. Tegnap csináltam a kis kártyát, TNG, így úgy néz ki, mint a sokkal komolyabb kártya lenne. Gondoltam, hogy valami logót rádobok, és így azért jobb. És náluk vagyok most jelenleg. Akkor ebben az esetben nem is értelmes azt a kérdést feltennem, hogyha visszamenni az időben, akkor megváltoztatnád-e ezt a választást, hiszen... Hát... most egyelőre még nem tudom, hogy megváltoztatnám, mivel még nem vagyok abban az időszakban, még nem vagyok olyan régóta partner, hogy megtudjam, hogy milyen előnyei és hátrányai vannak. Tehát sokan figyelmeztettek más partner cégekre, hogy azok nem olyan jók, és ez így az volt, hogy megkerestek, akkor próbáljuk meg. Tehát tényleg mindig jobb, mint a semmi. Aha. Honnan jött az ötlet arra, hogy videókat készítsél, és ezeket publikálj is a YouTube-on? Hát mindig is szerettem volna videózással foglalkozni. Valahogy mindig az volt bennem, hogy valami kamera kéne nekem, hogy milyen jó lenne valami kamerát szerezni. Aztán az úgy, hát lett kamera, próbáltam filmeket készíteni, ilyen amatőr filmeket, és olyan pocsékok lettek, hogy azt a szűk családi körön belül senki nem lát, kívül nem láthatja. És amúgy a videózás meg úgy jött, hogy én szeretek játszani, szeretek róluk beszélni, és akkor miért ne próbálnám így ki magam írni. Előtte írtam a játékokról, de úgy döntöttem, hogy megpróbálkozom a felvétellel, ebbe bele kellett tudom. Értem, és honnan jött ez a halálfejes maszk? Azt egy Tesco-ba vettem valamelyik ilyen, nem is farsang, vagy Halloween előtt, pár éve, és hát ez a maszk az úgy eszembe jutott, hogy van nekem egy ilyen maszkom, szerintem tök jól néz ki. Azelőtt talán soha nem tudtam használni, az egyik ilyen amatőr filmemhez vettem amúgy igazából, mert itt voltam vele, hogy a filmezéshez jól jön, de amúgy nagyon szeretem azt a maszkot, tehát így innen jött. Ez egy külön kommentár, hogy nagyon jól állt a szemüveggel együtt. Tehát ez egy kifejezetten jó összeállítás volt. Igen, túlságosan hatékony nem volt, ugyanis a fekete szűrős képen, amint én kilátom, igen, még ott a szemüveg, ráadásul a csontváznak az oldal, igen, lejjebb van, így nézni a monitort, az úgy kemény. Igen. De... Aha. Az Abydos név az honnan jött? Hát először is olyan tudatalatti volt, ugyanis amikor még annól játszottam, akkor Boba Fett voltam. Az így nagyon tetszett. Azért tetszett nagyon, mert a Jedi Academy-sztán, és ott volt egy Boba Fett karakter, akkor miért az lenne a nevem. Uh-huh. Aztán úgy döntöttem, hogy nekem egyedi név kell, aztán persze így elkezdtem gondolkodni, mi legyen a nevem. Abydos, de jó hangzik, valahol már hallottam, de nem tudom micsoda. Uh-huh. Aztán így, volt egy időszak, amikor nem tudtam Csillagkaput nézni a tévében, uh-huh, és abban az időszakban jött a név. Aztán amikor elkezdtem újra Csillagkaput nézni, mert érte az AXN-re, azelőtt a TV3 volt, és az meg megszűnt az a csatorna, akkor jöttem rá, hogy jó ég, én az Abydost azt a Csillagkapuból vettem. Aha, értem. És lehet, hogy most megváltoztatnám valami másra. Tehát, mint például? Hát múltkor gondolkodtam egy olyan, amikor megvettem a PS3-omat, hogy mi legyen a neve, a Abyssán, Abydosszán, meg ezeket gondolkodtam. Így Abyssán én szívesen lennék, de most már ez az Abydos maradt. Tehát, az a baj, hogy nagyon sok hova helyre ezt én regisztráltam. A legrosszabb meg az, hogy Abydos Hun néven. Igen. És nem szeretem a hunocskát a kis nevecskéimben. Tehát nem mindegy, most már Facebookot is úgy csináltam meg. Azóta is bánom, pedig akkor eldöntöttem, hogy miért bánnám. De mindegy. Csináltál ma valamilyen beruházást? Ma? Igen. Hát... Visornak vettem, diszvonaledett WC-re.
nem tudom, hogy kell kiejteni, biztos nem így. Azt biztosan tudom. A másik, hogy egy Starcraft 2-t vettem magamnak, ha? És azt még nem tudom, hogy el fogom-e bizniszelni, mert még nem bontottam ki. Tehát elvileg jó kis pénzt lehetne keresni. Bemutató. Bemutató látható. Bemutató már volt belőle, még az első videóink között egy Starcraft 2 volt. Akkor még ne is szittak engem, hogy mit képzelek, hogy... Sőt, az volt a legjobb, hogy felmentem TeamSpeakre, és volt ott egy új ismerősöm, és mondta, hogy ismer egy, vagy látott egy videót, aki így elkezdte fitkálni egy gyereket, aki elkezdte fitkálni a Starcraftot. Na mondom, linkeld már be azt a linket, és akkor belinkel engem, na mondom, az én vagyok. Na jó. Az jó. De, az jó esetet. Mondta, hogy egyet értett vele, csak... Na mindegy, aztán... Most egy Starcraft 2-t gondolkodom, hogy kimondsam-e, de mégis nagyon jó e-sport játék. Én meg szerettem a játékokat kommentálni, mint visszajátszásokat, igen, a foci meccseket. Igen. És ez nekem így jó lenne. Tehát valamilyen szinte kihívás, még ha nem is szeretem. Ma valami bajnokságon indultál? Nem indultam bajnokságon, mert nem lett volna rá idő. És még igazából nagyon sok mindenre nincs is időm magamra, hogy most körbenézek még. Egyre a nagy színpad és a pár ilyen... Tannál voltam. Aha. A konosokat is megnézed? Hogy értve, hogy... A Holdfénykonon résztvevőket is... az is egy ok volt, hogy eljöttél? Vagy csak úgy mellékes? Igazából úgy voltam vele, hogy megpróbálok sajtósként jönni. Ez nem sikerült, mert azt mondták, hogy elfogyott a jegy. Az egyik ismerősöm, a osztálytársam, akivel jöttem, ő viszont a Tilos Rádiónál van, és neki véletlenül akadt jó pár hely, hogy el tudott jönni, de mondom, ez csak engem azért bántott, hogy azt mondják, hogy elfogyott, miért nem az, hogy túl kicsi vagyok, vagy valami, tehát hogy nem őszintén mondják meg, hogy mi a szitu. Amúgy kijöttem, mert a Haver Media kihozott engem, mondták, aha, hogy nem én is kedvem kijön, mondom, miért ne jönnék, aha, akkor. Igen. És akkor... És itt mi a feladatod, mint a Haver Media-s? Beszélgetni azokkal, akikkel találkozom, rajongókkal például. Ó! Veled is például. Aha, értem. Itt van mellettem egy ismerősöm is, akivel még személyesen nem találkoztam például, de erre is egy jó alkalom, hogy így okay, ismerkedjek. Értem. Közben éppen szólni akartam, hogy közben hátulról Conor mindjárt lesz úr, de végül mégis te meggondolta magát. Na. Szóval nagyon szépen köszönöm ezt a interjút, és további jó plétezés meg AVR-médiázást. Én is nagyon köszönöm az interjút, hogy segítettél nekem is. Oké, köszi. Köszi, köszi. 15 óra 42 van. Hát olyan, mivel 4-10 fele jöttem. Fáradok. Nem, pedig nem is sikerült annyi anyagot felvennem, amit szerettem volna, mert egyszerűen annyi dolgom van, meg annyira fárasztó így az egész, hogy próbálok most egy kicsit így levegőhöz jutni. Én itt többféle emberkével találkozom, tehát van, aki engem ismer, van, hogy közös ismerős. Próbálom én is a lehető legjobb formámat hozni. Még nem biztos, hogy annyira sikerül, mert már tényleg... Jaj, kezdek lefáradni. Az előbb mentem oda a GameStand standhoz, Gyúhoz. A GameStandnak az egyik újságírója, ez egy elég híres, és vele akartam interjút csinálni, de azt mondta, hogy ne ott, hanem keresek mondjuk egy csendes helyet, de arra gondoltam, hogy most elég fáradt vagyok ehhez. Lehet, hogy nem tudok olyan jó interjút csinálni, és egy sima riportban lehet, hogy jobban benne tudtam, csak egy adagodat is. Majd azt mondta, hogy holnap esetleg, hogyha jobban leszek. Most egyenlőre ennyi. Próbálom a lehető legjobb dolgokat tapasztalni, most van egy gombit kicsit körülnézni. Tehát akkor most utának a csarnokban, egy ilyen középen lévő résznél, hát színpadtól kicsit balra, tőlem van bazi nagy Most Wanted játék, hát így több nagy monitorra ki vetítve, és itt játszom vele. Mellettem még van egy kis Sims ablakocska, ott nem messze az 576, aztán itt van a mellettem játszanak az Xboxon, ha jól látom, Black Ops 2-vel, Call of Duty-val.
akkor innen úgy még nem nagyon látok sok mindent. Elkezdem mondani, például milyen figurákat látom, arról még nem is nagyon beszéltem. De itt van most felőttem egy ilyen bukós és akkors ilyen pilóta szemüleges csávó, mellette van egy ilyen fehér szemöldökű, fehér szempillájú, ilyen hosszú hajú nő. Látok itt rendesen katonaruha, egyenruhában járkáló emberkékkel. Akkor, hát most megint elment mellettem a huszár, a aliszos huszár. És az nagyon érdekes, hogy most hittem, nem is látok több beöltözött ember. Ami elég furcsa. Tényleg most így kicsit eltűntem a szemem előtt. Amit nagyon, nagyon durván láttam, az volt egy Katarina jelm, ez a League of Legends bajnokság környékén olálkodik. Tényleg rohadtul néz ki. És nem csak a lánya, hanem maga a jelmez is. Tehát semmi kivette való nincsen benne. Aztán még nézelődöm, de most úgy ennyi. Ezen a helyszínen beszámolom, túl sok mindennel történik, szóval így haladok előre az időben. Meglátjuk, hogy most itt jött valami hosszú fülő lány mellettem. A gamerek amúgy talán többen vannak, mint hát a Mondokonó nem volt sok gamer, sokkal több animés volt, most viszont fordítva van, ott a Holdfény Ford Play városon sokkal több a játékos, és tényleg rengeteg Xbox van kiállítva, rendeltek Black Ops-szal, szóval így el vagyok. Ide jöttem a League of Legends-hez. Megnézem, mi történik. Úgy látom, hogy 3v3 bajnokság úgy vezénylik le, hogy itt van a három játékos egymással szemben ül, és akkor egy negyedik személy a számítógépével úgy látom, hogy csak spektátor lesz, tehát megfigyelő módban van. Ami annyit tesz, hogy ő látni fogja a mérkőzést, és valószínűleg ő lesz a bíra is ilyen szempontból. Ha valakit érdekel, most épp egy Vayne, Warwick, és ha jól látom, Irelia van az egyik csapatban, a másikban Xinzao, Riven és Shen, tehát ők fognak összecsapni. Meglátjuk, hogy ezt ki fogja nyerni. Egyáltalán még a pályát sem tudom, hogy mi az a pálya, amit betölt a játék. Valaki szépen beáll a projektor elé, úgy viszont nehéz lesz majd látni a mérkőzést. De nem tűnik fel neki. Na, az felújított Twisted Tree Line-on van a játék. Egyelőre az egyik csapaton van a kamera, elindult a lila csapat, majd a kék csapatnál Warwicki mozdult meg először. Közben akkor megkérdezem, mindjárt, hogyha majd felszabadul Katarina, akkor megkérdezem. Hello, szia! Látom, borzasztó jó az egész jelmezet. Alapból is szép vagy. Mi vett rá téged, hogy most így ide jöjj, és tényleg így Katarinaként kiállj a League of Legends-esek mellett, a női League of Legends játékosok mellett esetleg? Hát mit szeretném, mit mondjak? Vagy hogy... Játszol te is? Igen, játszok, igen. Melyik a kedvenc karaktered? Hát Arival játszom a legjobban, de igen, a másik kedvencem Katarina. És majd legközelebb esetleg Ari-ként fogsz megjelenni? Hát nem, mivel azt elég nehéz megcsinálni, főleg a farka miatt. Azt mondom neked, hogy ebben is biztos több munka volt, mint egy átlagos jelmezben, amit sokat látunk. Mennyit dolgoztál rajta? Körülbelül 2-3 hónapon. Az nem semmi. És mennyivel került körülbelül? Nem kell pontosan megmondani, nem akarod? Olyan 15-20 ezer. Na, akkor egész jól gazdálkodtál az anyaggal. A késed, kardod miből van? Ezek a kardok, amik a kezemben vannak, ezek Hungarocellből vannak, majd rákerültek egy papírmasi réteget, erre majd egy csiszolgyúrma réteget tettem.
az egyszerű kardok pedig fából vannak. Mióta játszol a játékkal? Olyan március óta. Na, ahhoz képest nagyon hamar a fanya lettél, napi hány órát? Napi, hát mivel most a cosplay miatt alig tudtam játszani, szinte sem ennyi. De átlagosan napi olyan 1-2 meccset játszom. Na, nagyon szépen köszönöm. Én nem szeretnék, én azt szeretném, hogy mások szeressenek velem. Na, közben itt megálltunk egy égyderű alanya, aki nagyon szellemes és párás. Üdvözl a helletem! Konkrétan ki vagy? Én nem vagyok senki, nem vagyok kontrolltagon. Tessék? Kontrolltagon! És kinek öltöztél? Kontrolltagon! És az én hibám, hogy nem ismerem? Igen! Csak azért hittem azt, hogy valami Half-Life-os karakter vagy, mert Half-Life-os pólóban vagy. Miért a Half-Life-os katonák Half-Life-os pólóban vannak? Nem tudom, de az van. Nem játszottál még Half-Life-ot, bazd meg! De ilyen karakterre nem emlékszem konkrétan. Hát akkor meg még gondolod, hogy Half-Life-os vagyok, azért nem is emlékszem. Nem játszottál még Half-Life-ot. Van egy steampunkos Half-Life-os. Steampunkos? Ez steampunk oda fent az emeleten van, hogyha szeretné. Ja nem, amúgy nem vagyok steampunkos. Hát gőzt látsz kiírni belőlem, szóval nem. Ennyi. De nem is szeretnék gőzdologni. Tessék? Pedig olyan a dizájnod, és nem gőzdolog, tényleg csak annyi. Hát a forró fejű az áthívelek, de most épp nem. Szóval nem, ez nem steampunkos egyébként, csak szimplán szeretem a hegesztő szemüveget, a gázmaszkokat, a festőmaszkot, ami épp rajtam van, a szegecseket, főleg a tüskés szegecseket, ami épp rajtam van, amiket én csináltam. Mármint én tettem rá, nem én csináltam, tehát azért Kovács még nem vagyok. És a Half-Life 2-es pólókat. A Half-Life 2-es póló, hát persze. De képzeld már, láttam más srácot, aki ugyan ilyen pólóba jött el. De nem mond. És mit szóltál? Oda mentél hozzá, tesó? Hát nem, akkor féltem, hogy valaki azt éveszel, mert ugyanolyan pólók. Biztos hasonlított rá, gondolom ugyanilyen maszka volt. Nem, egyébként semmiben sem hasonlított, csak a póló, de tudod, az annyira hasonló volt, hogy gondoltam, az konfliktust okozhat. Hogy te vagy az egon, nem, csak ugyanolyan a pólók. Igen, még a srác vagy elteted lábalon. Még ilyen azért, mert nem találtam, mert gyorsan eltűnt. Szerinted szándékosan meglátott téged és futott? Igen, hazáig egyenesen. De most így ki fogja, anyukája mit fog mondani, hogy kifizettem a jegyet és hazarohantám, fia? Hát nem olyan soká volt igazából, mivel az már így délután volt, szerintem eleget volt itt. Lehet, akkor... Már ki szórakozta magát. Na, és te hogy szórakozol? Én jól szórakozok, most is például valakivel éppen beszélgetek, és nem, valami cuccot tart ide a szám alá, nem tudom mi. Ez egy diktafon. Ez egy diktafon. Ez itt egy diktafon. Igen, és sziasztok. Világít is, van egy piros ilyen lámpa. Na, értem. Sziasztok, Egon vagyok, és ez egy diktafon, amivel én beszélek. Kontrollált Egon. Kontrollált Egon, igen. Honnan jött a név? A billentyűzetről. És így rossz napod volt, vagy éppen olyan pihen toltál, mint most? Nem voltam olyan pihen, mint most pihentebb voltam. Képzeld. Képzelheted. Egyébként igen, nagyon jó napom volt, Sirával voltam, szóval persze, hogy az volt. Sirával? Sirával, igen, Sirával, jól értetted. Persze, és... Sirály vagy Sivá? Sira, nagyon Sirály, szóval... Söki? Nem Siva. Nem kicsoda? Hát ő a társam, videózásban, ő van velem mindig. Ő az, aki velem együtt kommentálja ezt a Spyro sorozatot is, amit készítünk most. A Minecraft sorozatunkat is velem együtt kommentálta. Igaz, annyira nem lehetett hallani, őt lehetett a háttérben hallani. És az új sorozatunkban is ugyanúgy benne lesz, egyik főszereplő lesz. És mely a Minecraft csatornátoknak a címe, a YouTube csatornátoknak a címe? A büdös jelben nem fogod kitálni, semmi köze nincs a nevemhez, mert pont ugyanaz, kontrolltagom. Tényleg eszembe nem jutott volna, de lehet, hogyha én sem lennék ilyen fáradt, akkor próbálkozom. Valamit már véletlen töröltél le, vagy léptél ki így a játékból a kontrollált Egon gombbal? Nem, igazából nem találtam a kontrollált után az Egon gombot. Miért nem raktad rá? Hát azért nem akarom magamat nyomogatni, ne haragudj! Ezt inkább másokat nyomogatok. Meg lehet próbálni, de tudom, remélem, hogy nem engem, én rajta nincs Egon gomb. Facebookon a bögdös is, mert én inkább nyomogatni szeretek, olyan régi módi vagyok, tudod? Az bökös is. Bökős is, egyáltalán. Romániában bikát küldök a bögdös gyakornak. Jó van, akkor további kellemes napot neked. Jó, neked is további szép plaitot. Köszönöm, neked is. Pla Y
Plaipszilonit. Plaj, jó. Okay, az lesz. További szép Plaipszilonitit. Jó utat. Pápá. Cső. Ide jöttem a GameStar standjához, és most épp Gyú jött ide ki mellém. Ő lesz most a partnerem. Hello, Gyú. Hello, hello. Nagyon régóta kijársz az ilyen rendezvényekre. Mi a tapasztalatod? Javul a folyamatosan egyre többen jönnek ki, javul a megítélése? Ez... Én azt látom, hogy egyre szélesedik a játékosok köre, ami egy nagyon jó hír. Egy szempontból talán kevésbé jó, hogy amíg mondjuk 8-10 évvel ezelőtt a kilátogatók javarésze az sokkal nagyobb tudással rendelkezett a játékokról általában, mint manapság. Most ebből a szempontból felhígult azért a nézőközönség, tehát akik az ilyen átlag játékosok, vagy casual játékosok egyre többen vannak, ami azért jó hír, mert nagyon sok helyes, aranyos, bájos lány van közöttük, ilyen hölgy van közöttük, illetve azt is jelenti, hogy egyre több a vásárló, egyre többen vásárolnak szoftvereket. Hát itt kint is azt tapasztaltuk, hogy a nagyon jó árleszállításoknak és a különböző akcióknak köszönhetően hát 100 méteres sorok vártak arra, hogy szoftvereket, eredeti játékprogramokat meg tudjanak venni, és ez nagyon-nagyon-nagyon jó hír. Én is például 20 percet vártam a 576-nál, hogy bejussak. Ami neked a GameStar, az hogy fut? Jól megy? Hát hogy megy a GameStar-nak? Biztosan te is tudod jól, hogy a nyomtatott sajtó általában a világon mindenhol problémákkal küszködik. Ennek javarésze ugye az internetnek köszönhető, illetve azoknak az olvasóknak, akik hát nem feltétlenül legális forrásból szerzik be az adott magazinokat. Ezekkel a problémákkal mi is küzdünk, de igyekszünk olyan tartalmakat nyújtani, amiket csak a GameStar-ban találhat meg a kedves olvasó. Ennek köszönhetően egy olyan csapat állt össze, ez most a hivatalosabban hangzó dolog, de inkább ilyen egymás között vagyunk, ugye ezt senki nem hallja, ugye? Tehát a dolognak az a lényege, hogy annyi egyéni dolgot, annyi egyéni nevet, annyi egyéniséget hozzá tudunk tenni, hogy én úgy érzem, még sokáig talpon tudunk maradni. Természetesen nem azokról a volumenekről van szó, mint 10 éve. Tehát ha mondjuk 10 éve eladtunk mondjuk 5 darabot, akkor ma már csak 3-at adunk el, de azért még éppen ez még elég arra, hogy az újság működjön, hogy tudjon fejlődni, hogy tudjon előre haladni. Változik a piac, szerencsére mi is tudtunk vele változni. Én úgy gondolom, hogy amíg erre képesek leszünk, addig van létjogosultsága a GameStar-nak ezen a piacon, és egyelőre úgy néz ki, hogy semmi különösebb probléma nincs. Az online dolgok is javítják azért az egész újságnak az eladásai? Igen, hát az online-ra is egyre több a bevétel, sajnos Magyarország sok-sok évvel le van maradva a nyugattal szemben ilyen szempontból. A nagy cégek hirdetési hajlandósága sokkal kisebb, mint nyugaton. Ez bizony problémát okoz, és nagyon sok oldal van, amelyik viszont fölvenné ugye azt a kevés reklámot, ami létezik. Ezért is jó, hogy mögöttünk elég nagy látogatói bázis, és elég sok éves tapasztalat van, mert így nagyobb esélyünk van a hirdetési tortából ránk eső részt kihasítani. És hát nem feltétlenül akarom dicsérni a kollégákat, de itt is sikerült egy olyan stábbal együtt dolgozni, akik hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy az újság menjen előre. Amit említettél, hogy az eredeti játékokért sorba állnak az emberek. A GameStar-nak nagyon fontos, gondolom, hogy mindig a legmegfelelőbb játékok legyenek a terítéken. Mi alapján választotok? Hát egyrészt mi nagyon jó kapcsolatot ápolunk a világ kiadóinak javarészével, általában személyesen vagy ügynökségeken keresztül tartjuk a kapcsolatot velük, és valahol ez az ő érdekük is, tehát velük is, nekik is meg kell felelni, de azt is tudjuk, mik az olvasói elvárások. Tehát, hogyha az olvasó a Call of Duty-t várja a következő számba, hiába jobb játék mondjuk a Cargo Commander, Cargo Commander-t nem ismeri senki, ezért kevésbé foglalkozunk vele, mint mondjuk a Call of Duty-val. Ennek ellenére mind a kettőnek idekszünk a maga helyén, a Call of Duty-nak 8 oldalon, mondjuk a 10 oldalon, Cargo Commander-nek meg mondjuk egy oldalon a jó és rossz tulajdonságait elmondani. Én úgy gondolom, hogy azok a játékok is nagyon fontosak, amelyek nem híresek, és ezért is érdemes olvasni néha a GameStar-t, mert mi szeretünk olyan játékokról írni, amelyekről mások nem szoktak, pont amiatt, mert hihetetlen gyémántok, hihetetlen igazgyöngyök vannak a játékpiacon, ami fölött sok újság elsikkad.
az indi játékokkal hogy álltok, azt is igyekeztek minél jobban figyelemmel kísérni? Nem véletlen, hogy ezt a Cargo Commandert említettem most. Cargo Commander egy indi játék, amit két német fejlesztő készített. 94%-ot adtam neki a következő újságban. Zseniálisnak tartom, főleg úgy, hogy ketten készítették. És én magam egyébként is nagyon nagy indie rajongó vagyok, Minecraftozom nagyon régóta. Kedvencem között van a Vessel, a Limbo, a Braid és még nagyon sok Bastion, egyik legnagyobb indie játék, amit valaha készítettek. És én úgy vélem, hogy ez az indie folyamat, ez az indie fejlesztői gárda nagyon jót tett a PC-s és a konzolos piacnak is, rengeteg friss ötlet, friss vér, nincs félnivalójuk, ők nyugodtan kísérletezhetnek. Nem a büdzsének meg a marketingesnek kell eldöntenie, milyen játékot fognak írni, hanem ő a fejlesztőknek. És ez utára a 80-as években volt így, amikor ugye a Commodore-ok meg a Spectrum-ok voltak a divatban. Hál' Istennek jönnek vissza ezek az idők, hajrá indie fejlesztők, hajrá jó játékötletek. A Holdvénykon vagy a PlayIT érdekel téged jobban? Hát válasszuk szét a két dolgot. A Holdvénykonon vannak azok a beöltözött hölgyek, akik nagyon tudnának engem érdekelni. Hogyha a PlayIT-ra özönlő tömeg miatt egyáltalán ki tudnék a standról jönni. Nagyon jó, hogy ilyen sokan vannak. Nem vagyok feltétlenül egy manga hívő, de azt elfogadom és elismerem, hogy elképesztő igényesség ilyen cosplayerek, tehát ilyen jelmezbe öltözött játékosok voltak kint. Hát engem az IT része sokkal jobban érdekel, de ezt mondom, a cosplayerek a gyönyörű hölgyekkel roppant jól ellensúlyozzák. Esetleg még valami a egész konnal kapcsolatban? Két dolog, mind a kettő személyes jellegű, de ettől függetlenül nagyon fontos. Itt már többen megkerestek azzal kapcsolatosan, hogy a saját regényemmel mi a helyzet. A terveink szerint, mivel az őszi kiadási időszakról lemaradtunk így tavasszal, várhatom március-április táján jelenik meg. Jelenlegi terveim szerint viszont nagy lemez lesz előbb. Január-februárban várhatóan a harmadik nagy lemezem is megjelenik majd. Bocsánat, hogy ez ilyen személyes volt, de ez jutott most eszembe. Az előző lemezed az úgy kelt el, ahogy vártad, vagy ezt tényleg csak úgy szeretetből csináltad? Mind a kettő lemezem ingyenes. Az első album, a Time Machine, sokkal jobban teljesített, mint ahogy én azt sejtettem. Nemrégiben az összesített hallgatottsága elérte a 40 000-et, ami számomra egy elképesztő nagy szám. A második album, a Everlasting Hope of Light, kicsit gyengében teljesített, de egyiknél se az volt a cél, hogy számokat teljesítsenek, hanem az, hogy kikerüljön a piacra, meghallgassák és tetszen az embereknek. Remélem, hogy a harmadik albumnál is ez lesz a fő, hogy több ezren, több százan meg fogják hallgatni. Mondom, 40 000-en meghallgatták a Time Machine-t. Hát döbbenet, tehát tényleg fantasztikus. Köszönöm mindenkinek. Én is nagyon köszönöm az interjút, és további sok sikert akkor a regényhez és a következő albumhoz. Köszönöm szépen. Kezdünk a rendezvénynek a végéhez érni, elméletileg olyan fél óra múlva lesz az egésznek vége. Hát most egy új helyszínre érkeztem, egy bazi nagy hínó szobor van előttem, egy Master Chief, és hát itt Xboxon játszanak az emberek az új Halo játékkal, tehát ezzel egész jól el vannak, mert két osztott képernyős a játék, tehát igazából most nagyon szépen lövik le a lényeket. Lehet, hogy oda is megyek valakihez. Hello, szia! Hogy tetszik az új Halo játék? Nekem nagyon tetszik. Meg fogod venni, vagy valamilyen formában letöltöd? Hát szerintem letöltöm. Akkor... Nincs rá pénz. És ketten szoktatok Xboxozni? Hát amikor igen. Amikor általában igen. Most a kampányt végig lehet játszani úgy, hogy együtt? Tehát igen, persze. Ugyanazt, amit az egyszemélyes játék. Igen, ugyanazt. És a fős az itt most kicsoda? Master Chief. Ki a társa akkor a kóban? Az úgy van a Halo-ban, hogy ugyanazt a karaktert irányítjuk ketten. Tehát az nincs megszava. Tehát ugyanaz a cutscene, meg minden lemegy. És mióta vagytok itt?
Reggel 10 óta. Nyitáskor. És mióta tetszik, vagy mennyire tetszik így az egész rendezvény? Tavaly is voltunk, nagyon tetszik, szeretjük. Hát köszi szépen, hogy itt rendelkezésemre álltatok, és hát ha még valamit mondanátok, akkor most nyugodtan. Szerintem hát semmi. Maximum az volt benne, hogy az 576-nál nagyon rendezetlenek voltak a sorok, és elég nehezen lehetett hozzáférni. Lehetett 3 órát kellett várni, mire nem tudom. Hát ezt személyesen is megtapasztaltam, hogy... Viszont az jó, hogy 50%-kal egy csomó játék le volt érve. Például a Diablo az nagyon megért, azt szerintem ennyit. Meg a WoW is. Mind a ketten szereztetek Diablót és WoW-ot? Nem, én csak Diablót vettem, meg a Star Wars Force Unleashed-nek azt hitet is ennyit vettem. Én meg csak Diablót. És akkor PC-n is, meg Xbox-on is játszottok ugyanúgy. Igen. Jó, köszi szépen. Sziasztok. Hát oda mentem PS Vita pulthoz, és nézegettem egy kicsit az új Assassin's Creed-et, ami a PS Vitára jelent meg. Azt kell mondanom, hogy gyönyörű, tehát nem sokat játszottam vele, tehát pár másodpercet, de tényleg elképesztően gyönyörű. Nagyon ott van a grafikailag az egész játék, és ez tényleg szerintem egy nagyon jó kezdés a PS Vitára. Legalábbis hát nemrég jelent meg a gép, a konzol, és mint így egy ilyen cím, ez szerintem egy elég jó hozóerő. Magát a játékmenetet nem tudom, hogy jó-e, mert annyira nem néztem utána annak az értékelésének, de mindenféleképpen figyelemre véltó ez is. A küldetés amúgy, amit játszottam, az ugyanolyan volt, mint amilyen szokott lenni, tehát kövesd ezt az embert, aztán majd hallgass ki. Tehát ez az Assassin's Creed 1 óta is már egy ilyen elcsépelt dolog, tehát ez most sem változott. Ami utána érdekes volt, hogy átmentem a Call of Duty Black Ops PlayStation Vitás verziójához. Szépnek szép volt, a mozgás jó volt. Szerintem egy az egyben átemelték ezeket a dolgokat a nagy konzolos testvérétől. Igazából azt a precizitást egy kicsit hiányoltam belőle, mint amit a nagy konzolos verziónál megtapasztalhattunk. Tehát a PS3-nál én kipróbálhattam, de nem tudok bővebben nyilatkozni róla, mert abban még kevesebbet játszottam, annyit tudok, hogy nagyon sokat tölt. Illetve ami érdekes volt, hogy a kést azt rárakták a képernyőre, tehát ez egy ilyen kis poén dolog. Na, hát körülbelül ennyi lett volna, nem tudom, hogy maguk a kodról nem nagyon hallottam jókat, de ez most így ennyi lett. Tehát ennyit foglalkoztam velük, túlzottan azért nem érdekel. Na, zár a rendezvény, szép lassan mindenki indul hazafelé, üresedik a csarnok, hát már próbáltak kitessékelni, de aztán mondtam, hát én itt vagyok, mert a strandnál próbáltak arrébb tessékelni, de hát ott voltam, mint kiállító vendég. Na, már nagyon elfáradtam mára, tehát tényleg. Most itt van a kezemben egy bazi nagy Diablo 3-as doboz, benne két Assassin's Creed posterrel, hát a Diablo 3-as dobozt azt a húgomnak viszem magamnak, meg a két Assassin's poster. Többet úgy látom nem tudnék elhozni, mert már mindet lenyúlták az emberkék, mint a posztereket. Ahogy így üred a csarnok, úgy egy az emberek is szépen lassan a kiárat felé veszik az utat, de még mindig vannak, akik nyomatják a hilót, és hát így végére gondolom, mert mindenkinek azért sikerült tök könnyen bejutni, mert hát a nap elején ezzel nem lehetett dicsekedni, tényleg nagyon sokan, nagyon sok mindenre vártak. Most látok posztereket, ilyen Kinectimals, Rush és Kinect Sports posztereket, na megmondom őszintén, most én nem szeretném ezeket így hazavinni, mint relikvia, vagy valami, nem tudom. Na, hát csarnok elcsendesült, mert csak pár cosplayes látok, azok is fogynak, mennek kifelé. Még a szervezők is veszik kifelé az irányt, de hát most már valószínűleg csak a biztonságiak fognak takarítani.
Na hát akkor elindulok a kiárathoz, ruhatárhoz, haladnak az emberek, próbálják a ruháikat visszaszerezni. Most nincsenek is olyan sokan már, amúgy egész körül van, mindjárt megnézem az időt pontosan, olyan óra egész lehet, 7 óra, de 7-ig tart a rendezvény. Na hát, ennyi. Meg ez néhúzik a kinti irány. Nem látom az időt. Na most nem tudom utána nézni. Forgóajtom ki. Forgóajtom belül egy Black Ops 2-es. Reklám fogad. Tehát így egész rendezvényre. Állították a rendezvénynek a kinézetét, van itt Xbox 360-as kis stand kint. Szerintem a Checkpoint rendszernek volt a kis helysége. Itt már kint nyugodt van, jó idő van. Érdekes volt a rendezvény, nem tudom, hogy holnap kilátogatok-e, de mindesetre most megtehetném. Belépőmnek hála. Ennyi lett volna a 24-i napi Play IT beszámolom. Hát legközelebb majd remélem, hogy ismét találkozunk valamivel. Aztán köszönöm minden hallgatónak, hogy itt voltatok. Török Rolandot, Abidoszt hallottátok.